Összesen mintegy 450 millió állampolgár szavazhat az Európai Parlamenti választásokon május 23-a és 26-a között az unió országaiban. Az Európai Unió kommunikációs főigazgatósága tájékoztató kampányt is indított annak érdekében, hogy a választási részvétel minél nagyobb legyen majd a tagállamokban. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Kotlár Eszter, az Európai Parlament Magyarországi kapcsolattartó irodájának PR-a adta Ez egy sokkal. Jövő hétvégén már szavazás, akárhogyan is nézzük, május 26-a, tehát így van, ez bizony, jövő így van. hétvége nagyon közeli. Egy felmérés szerint, amely hát októberben készült az Európai Unió állampolgáraiból, hát tízből körülbelül négyen tudták azt, hogy májusban lesznek majd az európai parlamenti választások. Ez azóta változott ez az arány. Szerencsére azt látjuk, hogy most a márciusi felmérések alapján, hogy Magyarországon az Európai Uniós átlagnál tájékozottabbak az emberek, mint egy az embereknek a fele tudja, hogy az európai választásokra most májusban fog sor kerülni, úgyhogy alapvetően tájékozottak, tájékozottak Magyarországon, és úgy gondoljuk, hogy ahogy haladunk ugye egyre közelebb a választás napjához, ez az arány, ez nyilvánvalóan nőni fog a március adatokhoz képest. A számok azt mutatják, hogy évről évre, illetve választásról választásra viszont Magyarországon is csökken a részvételi arányát. Gondolom ezért is volt fontos az, hogy kampányoljanak a voksolás mellett. Így van, az Európai Parlament tagjait 1979 óta választják közvetlenül az uniós polgárok. Ez ugye Magyarországon 2004 óta van így, amikor is ugye Magyarország belépett az Európai Unióba. Úgyhogy gyakorlatilag mindentől innentől kezdve nézzük a tendenciákat, de ha 79-től nézzük is azt látjuk, hogy az akkor még ugye sokkal kisebb Európai Unió, és ugye a mostani 28 tagállamot összehasonlítva is ugye csökken azoknak az aránya, akik, akik elmennek szavazni uniós átlagban is, <coughs> sajnos Magyarországon is. Magyarországon Magyarországon 2014-ben a legutóbbi európai parlamenti választásokon közel 29%-a ment el a választópolgároknak szavazni, ez nyilván nem egy, nem egy kimagasló adat, főként, hogyha azt nézzük, az Európai Uniós átlag akkor 42% volt. Úgyhogy az Európai Parlament ezért indít egy egyébként minden választási évben, de idén is egy tájékoztató, egy intézménytájékoztató kampányt, hogy felhívja az emberek figyelmét az európai parlamenti választások fontosságára, illetve hát nyilván az időpontra is. Na hát akkor nézzük, hogy miért fontos az, hogy részt vegyünk a választásokon, hiszen az európai parlamentben lévő ö, ö, politikusokra ö, voksolunk, ugye, és hát az európai parlamentnek pedig mekkora befolyása van a döntésekre? az a európai parlamentnek a szerepe és a hatásköre gyakorlatilag folyamatosan bővül meg alakul. Óta, de különösen 2009 óta, ugye a Lisszaboni szerződés bevezetése óta az Európai Parlamentnek egyre több hatásköre van, és ugye gyakorlatilag ugye társ jogalkotóként a jogszabályok nagy részében, ugye gyakorlatilag döntési helyzetben van az Európai Parlament, és ez azt jelenti, ugye hogy nem mindegy, hogy ki az a 751 képviselő, aki ott ül a székekben, ebből ugye 21-et küldünk Magyarországról, tehát Magyarországnak 21 képviselői helye van. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy a következő öt évben kik lesznek azok a képviselők, illetve milyen irányban halad az Európai Unió, hiszen nem csak az Európai Parlamentről van itt szó, hanem az Európai Parlamentnek ráhatása van arra, ugye, hogy ki lesz az Európai Bizottságnak az elnöke, illetve konkrétan a választásoktól is függ ez, a választások kimenetelétől, valamint hogy az, európai, az európai politikai szén a meghatározása az egyértelműen függ a mostani választások kimenetelétől. Még kicsit visszatérve a részvételi hajlandóságra, azért természetesen megvizsgálták azt is, hogy melyik korosztály az a, melyik kevésbé, kevésbé mozgékony, mozgatható, ugye, ebből a szempontból, és ugye főként a fiatalok, ha jól tudom. Ez így van, ez így van, de gyakorlatilag ez egy általános állampolgári attitűd, azt kell, hogy ugye lássuk, hogy... A távolmaradóknak a legnagyobb része, hogy a fiatalok közül kerül ki, ez körülbelül a 18-30 éves korosztály, úgyhogy öm, számunkra nagyon fontos, hogy őket is minél jobban tudjuk aktivizálni, meg tudjuk őket szólítani, és fel tudjuk hívni arra a figyelmet, hogy igenis ez egy fontos dolog, hogy éljenek ezzel az állampolgári jogukkal, és menjenek el szavazni. Megvizsgálták az okokat? Az okok, az, az okok, nagyon sokfélék lehetnek. Az, amit 2014 ben, a 2014 es választásokat követően volt egy ilyen választások utáni közvéleménykutatás, kutatás, és ez azt mutatta ki, hogy európai szinten a fiatalok között a távolmaradásnak leginkább technikai okai voltak, ezt így hívjuk, ez gyakorlatilag lehetett bármi. Ez az időjárás, más program, egyéb tevékenységek. Egyszerűen a prioritási listán nem került olyan szintre a választás, hogy igenis ez az első dolog, amit aznap csinálok, fölkelek, és ez egy kötelező program, aznap el fog menni szavazni, illetve mindent megteszek annak érdekében, ha éppen nem a lakóhelyemen leszek, akkor már előre tudom, hogy mi az a dátum, ameddig ugye át kell jelentkezni. Ez egyébként itt jegyzem meg, hogy május 22-e a határidő Magyarországon, ugye, hogy belföldön átjelentkezhessünk egy másik másik városban, vagy éppen ahol tartózkodni fogunk. Tehát, hogy nagyon fontos azt tudni, hogy hogy, hogy aznap választások lesznek, de nem elég tudni ezt, hanem elég fontosnak kell ezt a programot érezni ahhoz, hogy valóban az beépüljön a napba, és igenis megjelenjenek ugye a fiatalok az urnáknál. Úgyhogy leginkább ezek voltak Na, no, hát akkor okok. nézzük a kampányt, hogy hogyan próbálták meg ezt elérni. Készítettek egy videót is, amelyben, hát az én megítélésem szerint főként a fiatal családokat próbálták meg megcélozni, de lehet, hogy azért, mert én érintett vagyok ebből a szempontból. Valamilyen szinten mindenki érintett. Valamilyen szinten mindenki érintett. Ugye maga ez a kisfilm... Um, um, próbálja az érzelmeken keresztül megközelíteni azt a témát, hogy miért fontos az, és nem csak a saját életünkre vonatkozó, hanem az eljövendő generációknak is, miért fontos az, hogy milyen döntéseket hozunk ma, és ez hogyan befolyásolja majd az elkövetkezendő években a években Európa jövőjét, és ezen belül nyilván a, nyilván a magyarok jövőjét. Úgyhogy, úgyhogy ez a kisfilm ezen keresztül próbálja ezt megközelíteni, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen érzelmesebb szálon haladva. Szerintem sikerült összejött. <laughs> Ölünk neki, hogy van. Ezeket hol promotálták, vagy hol, hogy hogyan juttatták el az emberekhez? Alapvetően magát a a kis két változata van. Van egy van egy hosszabb verzió, ami az interneten elérhető, és ez itt is terjed egyébként nagyon nagyon népszerű. És most már ö, több mint 120 millióan látták ezt a, ezt a kisfilmet a, a különböző közösségi ö, portálokon keresztül, illetve ö, videó megosztókon keresztül. Ezen kívül pedig van egy rövidebb, egy 30 másodperces verzió, amit pedig televíziócsatornákon átadtak. De gondolom nem csak ez volt a fő eszköz. Nem csak ez volt a főeszköz, sőt nem ez volt a főeszköz. A szavazni fogok EU oldalon folytattuk a kampánynak a nagy részét, illetve folytatjuk ezt még jelentőbe is mondhatom. Ez, ez a weboldal szolgált egy gyakorlatilag egy alapként ahhoz, hogy egy olyan közösséget tudjunk kiépíteni, és nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió összes országában, akik elköteleződnek amellett, hogy igenis fontos az, hogy tudjanak arról az emberek, hogy európai választások lesznek, és ők aktív szerepet is vállalnak ebben ők azok az emberek, akik csatlakoztak ehhez a kampányhoz, ez gyakorlatilag több mint 250 ezer ember Európa szerte, akik nem csak hogy feliratkoztak ez, ezen a weboldalon keresztül egy ilyen egy hírlevére gyakorlatilag, hanem tettek egy ilyen virtuális ígéretet is saját maguknak, hogy igen, elmennek szavazni, és az ő saját környezetükben megpróbálják ezt minél több emberhez eljutni. Hiszen így tudjuk a leghatékonyabban eljutatni az üzeneteket, hogy mindenki a saját mikrokörnyezetében megszólítja a környezetében élőket. Köszönjük, hogy itt voltálunk. Nagyon szépen köszönöm